komoly kihívást jelent, hogy úgy biztosítsuk a megélhetésünket, hogy mellette a természeti értékek is fennmaradjanak. A WWF Nemzetközi Természetvédelmi Szervezet az Egy Európa Több Természet nevű programjában olyan újszerű megoldást hozott létre, amelyben nem csak a természet, de a különböző érdekű szereplők is jól járnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a múltban inkább szembenállás jellemezte a szereplőket. A természetvédő inkább a vállalatot okolta, a vállalat inkább bűnbakot látott a természetvédőben, ahelyett, hogy együttműködtek volna. A WWF-nek pontosan az a szerepe, hogy összekösse ezeket a szektorokat. A hatékony és hosszú távon eredményes természetvédelemnek az az áloga, hogy minden szereplőt, legyen az az önkormányzat, vagy éppen a gazdasági szereplők, érdekelté tegyük, valamilyen módon anyagilag, üzletileg érdekelté tegyük abban a tevékenységben, ami a végeredményként mondjuk úgy, hogy melléktermék formájában természetet, természetvédelmet hoz létre. A Tisza árterében egyre nagyobb területet foglalnak el az agresszívan terjeszkedő, a hazai fajokat kiszorító idegenhonos növényfajok. A WWF rámutatott, hogy ezek gazdasági célra is felhasználhatók. A WWF megkeresése az több aspektusból történt. Az egyik legfontosabb talán az, hogy az energetikai célú hasznosításra kijelölhető területeket, illetve potenciálokat segítsen föltárni. És hát így kerültünk kapcsolatba, és hát jelenleg ez a projekt is gyakorlatilag erről szól, hogy ez milyen potenciált jelenthet a megújuló energia termelésre. A Tisza árterének megtisztítása és az eddigi gazdasági szempontból értéktelen terület hasznosítása a Tisza melletti település Tiszatarjá lakosainak is komoly lehetőségeket, bevételi forrást nyújt. Nagyon sok meglepetésben volt részünk, ugyanis olyan dolgokat tártak föl itt Tiszatarjáról és a környékéről, olyan méréseket végeztek itt, amik minket is megleptek, hogy milyen adottságaink vannak. Azt tudtuk, hogy van egy gyönyörű árterünk, azt tudtuk, hogy itt forgatták ugye a Jobb Láza Dásár Zente Ferenccel, és akkor, amikor a filmet visszanézzük, ami 80-ban készült, akkor egy gyönyörű, füzes, legelős árteret látunk. Most pedig az jellemző itt az ártérre, hogy a gyalog akác, ami egy nem kívánatos növény, ellepte az árteret, és nyáron megsötétződítette, télen pedig egy borzasztó szürke látvány itt az ártéren. Az egész országban nagyon fontos probléma az invazív növények, vagyis az özön növények. Ezek a növények, amiket gyakorlatilag itt lehet látni, ez még nem is igazán a legmegfelelőbb méretű bemutatásra, de azért lehet látni, ez egy mangrove-szerű, sűrűségű növényzet, ami gyakorlatilag teljesen elfette a magyarországi ártereket. Szokták mondani, hogy talán a Tisza völgyében az ártér egyharmadát is boríthatja ez a növényzet. Sokfelé használják legfőképpen tüzelésre. Igazság szerint teljesen használhatatlan, mint élőhely, tehát a természetvédelem szempontjából egy megoldandó probléma. A WWF javaslatára a helyi lakosok az ártéri területekről levágják a gyalogakácot és a közeli erőműbe szállítják. Az erőmű a növényt tüzelőanyagként hasznosítja és energiát állít elő belőle. A tüzelőanyag beszállítása tehergépjárművel történik az erőmű területére, mozgatható, mobilizálható kévékbe kötötten, és onnantól kezdve a kéve bekerül gépi rakodással az aprító berendezésnek a futószalagjára, az aprító berendezésen fogyasztható aprítékká lesz felőrölve, amelyet a tüzelőberendezés előkészítése továbbiakban még további finomságúra lesz megőrölve, és ez a por, gyakorlatilag fapor kerül befúvásra a tüzelő berendezésbe, ahol az égés megtörténik. Az égés során felszabaduló hőenergia a kazánban gőztermel, mely gőzzel aztán a villamos energia terméshez szükséges mechanikai munkát nyerjük, illetőleg a villamos generátoron az elektromos áramot indukáljuk, illetve nyerjük meg, amely már úgymond a hálózaton szállítva fogyasztható. A gazdák és az erőmű rendszeres bevételének biztosítása érdekében további energianövényekre van szükség.
Ahhoz azonban, hogy a természet is jól járjon, a WWF azt javasolja, hogy megfelelő, ellenőrzött gazdálkodás mellett hazai növényfajok kerüljenek a megtisztított terület egy részére. A bioenergia előállítására kiválóan használható fűszfajták ártéri szántókra történő telepítése nem csak bevételt biztosít, de elősegíti, hogy a hazai növény és állatfajok újra benépesítsék az elhanyagolt árteret. A WWF végül is azt vállalta, hogy ennek a természetvédelmi feltételeit kidolgozza, nevezetesen, hogy sokkal kevesebb növényvédőszert és műtrágyát használnak egy ilyen területen, ártéri területen, mint sok más ültetvény esetében. Úgyhogy ez a gazdasági modell, ez a csomag, amit el szeretnénk kérni, hogy egy birtoktesten belül, hogyha az megfelelő nagyságú, akkor csak egy részén legyen ültetvény, ne pedig az egész területen, és más részén, különféle okok miatt mondjuk kedvezőtlen termőhely adottságú részeken, területeken pedig legyen élőhely fenntartás. A gyalog akáctól megtisztított terület másik részét visszakapja a természet. Itt bivajok, hódok és számos madárfaj biztosítják azt, hogy a gyalog akác ne terjedjen el újra, és hogy a természet minél sokszínűbb legyen. A vízi bivajok, gyakorlatilag ezek az állatok azok, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy vízes élőhelyeket tartsunk fenn velük. Nagyon hasznosak, egyrészt ugye a második legerősebb állat az elefánt után, állítólag. Másrészt őshonosak, tehát velünk együtt jöttek be a Kárpát-medencébe, és évszázadokon keresztül használták őket teherhordásra gyakorlatilag, főleg a középkorban, a török időkben használták ágyúvontatásra őket, és amire mi használjuk őket most, az egy természetvédelmi munka elvégzése, vagyis a gyalogakác, a frissen levágott gyalogakácnak az újulatának a visszaszorítása, gyakorlatilag a legelése. One of the major problems with biomass, whether it's produced to produce electricity or biofuels for transport, is the land use and the former land use. So we don't want to deforest to produce biomass. We don't want to go into high conservation value areas. So we have to find land that is not in use yet and where we don't destroy anything. And in this case, we actually not only find land where we don't destroy anything, but on top of it, we solve an environmental problem. So this is really a case where it's a win-win situation. A WWF segítségével kialakított mechanizmusban tehát nem csak a természet, de a helyi lakosok és egy gazdasági szereplő az erőmű is jól jár. A természetvédelmi szervezet most a program kiterjesztésén dolgozik. A Tiszatarjáni mintaprogram sok településnek nyújt példát arra, hogyan lehet rendszeres bevételeket biztosítani és az árteret újjáéleszteni. Tavaly volt egy falunap, a falunap keretében összehívtuk az összes gazdát a környékről is, meg Tiszatarjáról is, ott előadás keretében bemutattuk, sőt, ahogy most egyre több jót hallanak erről a projektről, ugyanis most már megtörtént az energiafűznek az elültetése, 6 hektáron ültettünk energiafüzet, most már az internetről itt a szájhagyomány útján ugye terjed, hogy milyen hozama lesz, mikor kell aratni. Egyre jobban érdeklődnek a gazdák, hogy majd ők is fogják ezt a példát követni. Thank you.